Villámtornát tartottak a Dunaújvárosi sportcsarnokban, hogy megemlékezzenek az 56-os forradalom hőseiről. Ez úgy történt, hogy a DLS által mindig vannak rendezvények, focik, tornák, és úgy gondoltam, hogy ez az október 23-a egy igazán megfelelő alkalom arra, hogy egy megemlékezés alapján egy tornát, egy villámtornát rendezzünk, és megemlékezünk a hősökről. Innen jött az ötlet. A megmérettetésre főként dunaújvárosi csapatok jelentkeztek, de érkeztek versenyzők Sárbogárdról is. Öt csapat nevezését fogadtuk el, hiszen az idő miatt többet nem szerettünk volna. Körülbelül 100 játékos jött el a mai napon, és 20 mérkőzés játszottak. A játékosok örültek annak, hogy részesei lehettek a labdarúgó villámtornának. Minden formában jó a megemlékezés, az, hogy egy labdarúgó kupa keretében emlékezünk meg, szerintem az egy nagyon jó ötlet, mert sokan ugye el is felejtik azt, hogy ezen a napon mi történt. Ilyenkor focizunk, barátokkal vagyunk, együtt vagyunk, és akkor mellette még meg tudunk emlékezni az 56-os hősökre. Az első három helyezettet kupával díjazták. Továbbá a legjobb kapus, játékos, illetve gólkirály külön díjban részesült. A szervezők kiemelték a nagy sikerre való tekintettel. Jövőre is megrendezik október 23-án a villámtornát.